Második fejezet. E különleges rabló támadás mellékesen a megkerült cirkáló, világra szóló kalandját is elindította hírhet útjára. Az áldozat és az úton álló ugyanis végleges béke állapotban tovább ballaktak, illetve az öreg tovább tántorgott. Így kialakult közöttük a végzetes eseményeket elindító beszélgetés. Hmm. Maga biztosan külföldi, mert engem nem ismer. Engem valamennyi rabló olyan jól ismer, hogy már öt lépésről nem köszönhet sem. Honnan jött? Ásítani akart, de csak csuklott. Mesélhetne valamit a nagy világról? My parole de az ilyesmi érdekel. Alexandriából érkeztem a Neil Ott is csak arról beszél most mindenki, amiről Auckland van, felelt az ifjú rabló. Kíváncsiak, hogy mit történhetett a híres André de Rémiővel. Hát ezt én megmondhattam volna. Együtt voltunk bezárva, szurabajába. Jó volt. Tavaly leszúrták egy kocsmai verekedésnél a madridi Bivaj fő Grand Caféban. Alig hinném. Egy eltűnt óceánjáról van ugyanis szó, aminek Henri de a neve. Egy turista társaságot vitt magával. Csupa előkelő urat. És ellopta valamit disznó, vágott közben legyintve Wagner úr. A tengeren vigyázni kell, azt én jól ismerem. Erről eszébe jutott egy operából valami kártya induló, és harsányan énekel. Vigyázni kell, kekkel! Vigyázni kell te a tengeren! A tengeren! Tengeren! Vigyázni kell! Az operák és a hazádjáték állandó zőzavarában élt, az optimista részegek különös mámorában. Az ifjú rabló csak most vette észre, hogy különleges szakáló patronusa az önkívületig részeg. Közben gépiesen beszél, hogy ezt leplezze, de a szűk sikátorok között olykor egyik úttestől a másikig dülöngött, de jobb zsebében a revolvert egy pillanatra sem engedte el. És így az ifjú útonálló mégsem merte a galambőz, illetve égszínkék szakáló rablót megtámadni. És hol az a kocsma, amit az öreg említett? Megfoghatatlan volt a fiatalember előtt útjuk célja, hiszen lassanként a kikötő környéki dombok között, Frisco kínai és egyéb benszülött nációjának vályogviskóin túl bugdácsolt előtte a gargalizálva daloló furcsa öreg. Lehetséges, hogy már nem is tudja, hova készült. Ez az egyén nem ismerte Wagner urat, ha azt hitte, hogy a kék szakáló, bármilyen állapotban is, nem talál meg egy kocsmát, ahova készült. – Nem tévedte? – kérdezte az ifjú rabló. Ugy – Ugy! Ugyan! <laughs> – röhögött Wagner úr. – Maga csecsemő! A három piros dugóhúzóhoz még részegen is oda találnék, pedig úgy éljek, két óra óta valami. alig ittam valamit. Alig! Látja ott azt a hat fénypontot? Hmm, nem? Azt az öt fénypontot? Ott messze. Mindössze egy kis fényt látok arra felé. Hát a maga korábban én is annyit láttam. Nem kunst? Hát ott van a mi kocsmánk. Ott van a mi kocsmánk. minden valamire való. Hot volé, oda jár. Mondja kérdezte most az ifjú rabló, és itt kezdődött az egész őrületes banyadala. Ismer maga valami kikötői hírességet, bizonyos piszkos Fredet, a kapitányt. Hé, mi? mi? Horkant fel az öreg. És maga mer kikötőben tisztességes martalócok között lapni, én is hallottam már említeni, de azt hittem, hogy maga többet tud. Sürgősen keresik valamiért ezt a kapitány. Hát mindig keresik, legyintett Wagner úr. De azt nem fogják el, az én barátom. My old piszkos Fredorex a kapitány. Egy elragadtatott karmozdulattól keresztül esett valamelyik kisebb dombom, és ülve maradt, hogy megpihenjen. Úgy folytatta, lihegve. Hát, annak bliktri a világ minden. Rendőrsége. Puff. Alig hiszem, hogy bűntéről van szó. Nem említették, hogy betört volna, vagy pénzt lopott. Én pedig nem hiszem, hogy az öreg valahol betört és hozzátett a pénzhez. Mm, nem természette. Valahogy talpra szédelgett, és tovább mentek. Már pedig nincs büntény a dologban. Rádiún is leadták, hogy jelentkezzék bármelyik külföldi angol követnél. Biztosítják, hogy szabadon távozhat. A követ? Miért a követ? Na, ha az öreg Fred úgy is távozik, ha akar, annak nem kell garancia. Csak azért kérdezem, mert aki tudja, hogy merre jár a kapitányos bejelenti, a száz font jutalomban részesül. Mi? Egy pillanatig megállt de csak úgy sikerült, hogy két karjának sebes mozgásával sarkára tántorodó testét nagy nehezen tapra svungolta. – mi, mesél? Ha maga úgy látszik része? Mm, – nem, 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 ne törődjön azzal, hogy csuklom. Nem nem, 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 szabad vele törődni. – Azt állítja, hogy ezért a gyerekségért tíz fontot fizetnek valahol? egy összegben! És nagyon izgatott lett, mert még sem volt ennyi pénze. Száz fontot mondta, hiszen még San Franciscóban is bemondta a rádió. Ne, 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 mondjon ennyit, drága martalót! Rimánkodott remegve, és izgalmában egymás után hármat csuklott, ettől leesett a kalapja, viszont amikor érte nyúlt, keresztül esett rajta, majd felálltában lerántotta a fiatalembert is. Csak sokára és nagy nehezen értette meg világosan az elmondottakat, amikor is teli tüdővel egy nagyot üvöltött. Szóval húsz fontot kap az illető. Nem mondja azt, hogy százat, a rosszul hallotta. Annyi font csak számtan példában létezik, de húsz az van, vagy huszonnégy is lehet. Annyit már láttam. Isten! Végre egyszer magam! Hurrá! És felhajította a kalapját, azután csodálkozva idegesen támogott mindenfelé, de nem látta sehol az úcska holmi. Na most jól nézek ki! Fennmaradt a kalapom! Nem baj! Itt van, fogja! A revolvere! Már nem kell! Van bon hitel annyi, mint a mabár! és ez a hitel sokáig nem fog elrepülni. És odaadta a kihalt éjszakában a töltött pisztolyt az imént kifosztott rablónak, és megveregette a vállát. Hallott valamit a kapitányról? kérdezte a suhanc, miután rövid habozás után mégsem lőtte le Wagner urat a visszakapott revolverrel. Hát nem mennyire. Délben beszéltem vele. Hol van? Azt nem tudom. Hát hol beszélt vele? A lakással. Már. Hát akkor csak tudja, hogy hol van. Ilyen késő este, kizárt alak. Elég szép tőlem, hogy oda találok. És jelentem. Na, itt a kosma. Gyerünk befelé. És berúgta a viskó ajtaját. Sűrű füst lárma és harmonikázás fullasztó, bántó hang és szag egyvelege ömpölygött feléjük. De mielőtt beléphettek volna, még a küszöbről, Wagner úr hirtelen visszatántorodott, bevágta az ajtót, azután érte megragadta a fiú karját. – Jöjjön! Fussuk! és hasra esett. A fiú nem értette, hogy miről van szó. Ha érti, úgy bizonyára futni kezd, mint a kényes ügy részese. Ugyanis... Fülig Jimmy állt az ajtóban, amikor Wagner úr benyitott. A visszavonulás tehát elkésett intézkedés volt, mert az ajtó már is kivágódott ismét, és Fülig Jimmy ugrott egyet. A rabló, ha nem is tudta, miről van szó, ösztönszerűen a revolveréhez nyúlt. Mozdulatával egy idejűleg egy pofont is kapott, és röptében csak azt érezte, hogy kiszakítják pisztolyát a kezéből. Azután lehanyatlott, és elájult. Ugyanis a számára kiosztott pofon monszuni süvöltése, villámszerű csattanása és mindent elsöprő megsemmisítő hatása egyike volt azon pofonoknak, melyek Fülig Jimmy-t közrettegett sztárra avatták földünk jelentősebb alvilági köreiben.